Szolga lesz a kis bojtárból. Másnap apró szemű eső esett. Janó bánatosan búcsúzott Duncsótól, s szemében könny csillogott. Kapott a batyujába egy darab kenyeret, a bacsó megmutatta neki az utat. És indulás. Még egyszer végig pillantott a szálláson, még egyszer megsimogatta Duncsó kutyát, és már ment is. Az erdei ösvény hamarosan beletorkolt az országútba. Azt hitte, azon majd hazakerül. Ment, bandukolt hát lefelé az úton, s egyszer csak elért egy útkereszteződéshez, ahol az út két felé ágazott. Jana gondolkozott, melyiken induljon tovább. Végül balra fordult. Csak hogy tévedett, ez az út nem az ő falujába vitt. Hiába várta, hogy kijusson a sűrű erdőből, se vége, se hossza nem volt az útnak. Jana megéhezett, átázott a ruhája. Elővette hát batyujából a kenyeret. Harapott belőle, megpihent egy kicsit egy fa alatt, aztán ballagott tovább. Estébe hajlott már a nap, amikor Janó egyszerre megtorpant, és tágra meresztette a szemét. Az erdő véget ért, s Janó előtt szebbnél szebb paloták sorakoztak. Nem tudta hirtelen, valóság-e, amit lát, vagy csupán álmodik. Lehet, hogy most is csak amolyan álombeli mese bűvölete rajzol elébe csalók a képet. Tett néhány lépést, és újabb meglepetés várta. Óriási tócsa csillog a lába előtt, egyszerre iszonyatos csengetést hall. Körülnéz, s látja ám, hogy egy pokolbeli masina közeledik felé vadvágtatással. Akkor, amint otthon a házuk, vaspályán szalad, ő meg éppen ott állt meg előtte. Gyorsan félreugrott, nehogy összemorzsolja a rusna szörnyeteg. Hiszen ha tudta volna Janó, hogy a csorbatóhoz jutott, az a pokolbeli szörny meg nem más, mint Villamos. Janó tudta ugyan, hogy azt a magas hegyet, amelynek tövében a falujuk lapul, Krivánnak hívják. Azt is tudta, hogy a távoli hegyek magasában, ahol esténként apró fények villóznak, ott van valahol a csorbató. Mindezt a szomszédék öregapójától, meg az iskolában is hallotta, csak azzal nem volt tisztában, hogy az a csorbató mi fán terem. Eszik-e vagy isszák? Négylábú állatka-e, vagy valami éjjeli madár, amelynek sötétben szikrázik a szeme? Ezért állt hát most itt földbe gyökeredzett lábbal. Egyszer csak se szó, se beszéd, úgy hátba vágta valaki, hogy majdnem fölhemperedett. Mit keresel itt? Te meg miért ütöttél meg? És Janó már is új pajtásra talált. Pajtása 10 éves forma, maga szőrű fiú volt. Kinek a fia vagy? Hát az apámé. De hogy hívnak? Janónak. Hát téged? Józsónak. Megeredt a két fiú nyelve, elmondtak egymásnak magukról mindent. Józsó árva gyerek, a közeli városból való. Az apja munkás volt, de már rég meghalt. Meghalt az édesanyja is. Józsó most abban a nagy szállodában szolgál, ottni. Segít a konyhában. Fát hord, tüzet rak a tűzhelyekben, aztán gondozza, hogy ki ne aludjon. Kihordja a hamot, kiskocsiján elfuvarozza a szemetet messzibe az erdőbe. Aztán kapsz-e eleget enni? Kapok. És milyen a kosztod? Jó, hús, kalács, kávé. Ejha, ilyen helyen aztán én is szívesen szolgálnék. Éppen be is állhatsz. Csak az imént mondta a gondnokné, hogy keresek magam mellé társat, ha egymagam nem bírom elhúzni a fával, vagy szeméttel megrakott kézikocsit. Jana nem sokat vesztegette az időt. Megköpte a markát, s beállt Józsa mellé a fával póposra rakott kiskocsi elébe. Húzták a fiúk, húzták a szekérkét az ösvényen fel a konyhához. Lovak se húzták volna különből. Azután lerakták a fát, majd Józsó elfutott a gondnoknéhoz, és bejelentette neki, hogy talált már igavonó társat. S mert a gondnoknénak éppen sietős volt a dolga, hát csak annyit mondott. Jó, rendben van. Ezzel Janót szolgálatba is fogadta.